Az allergia a szervezet válaszreakciója a testbe került allergén anyagokra, amelyek lehetnek például a virágok pollenjei. Az enyhe időjárás miatt a tavasz első hírnökei virágzásnak indultak, a pollennaptár is azt mutatja, a mogyoró és éger már okozhatnak tüneteket. Azonban fontos tudni, hogy az allergia és az influenza hasonló panaszokat okoznak. Ennek a két betegségnek a tünetei csak nem teljesen egyformák. Orfolyás, könnyezés, vordrugulás, tüsszögés, szemviszketés. Fontos elkülönítenünk, hogy influenzáról, illetve allergiás megbetegedésről van szó. Abban az esetben, hogyha minden évben, ugyanebben az időszakban jelentkeznek a tünetek, akkor az fel kell, hogy hívja a figyelmet, hogy inkább allergiáról van szó, illetve akkor, hogyha a hagyományos influenza tünetekre ezek a panaszok nem enyhülnek. Tehát értük ez alatt lázcsillapítás, forró italok ivása után is ugyanúgy megvannak a tünetek, allergiára kell gondolnunk. Az allergológiai szakrendelésen gyorsan, egyszerűen lehet elvégeztetni az allergiatesztet. Az alkarra viszik fel a leggyakoribb allergéneket, azokat egy vékony kis fém eszközzel a bőrbe juttatják, majd a bőrreakció hevességét figyelik. Ebből tudható meg, hogy ki, mire és mennyire allergiás. 10 betegből 7 beteg allergiás lesz az élete folyamán. Értjük ez alatt ugye a légúti allergiákat, az ételallergiákat, illetve a bőrgyógyászati allergiákat. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ez egy genetikailag meghatározott betegség, tehát ha az egyik szülő allergiás, akkor az utódnak 30% esélye van, ha mindkét szülő allergiás, akkor 60% esélye van arra, hogy allergiás megbetegedése lesz az élete folyamán. Az egyik legelterjedtebb és legtöbb embernél allergiás reakciókat kiváltó növény a parlagfű, amely jóval később július-augusztus környékén kezd majd virágozni, ekkor okozhatja majd a legsúlyosabb tüneteket.